Mitrai Tamást köszöntöm a 90. születésnapján, Isten értesse sokáig, és tudom, hogy számolgat, ezt hallottam, hogy mi van előre, mi van hátra, mennyi van, és eszembe jutott, hogy mondjuk, ha én szeretném a 90 évet megélni, akkor még van mondjuk 23 évem. Hogy mi a csodát fogok még 23 évig csinálni? Én is elkezdtem számolgatni. Tehát mit tud tanácsolni, mit csináljon az ember mondjuk közel a 70-hez? Hát először is én nem számolgatok, csak tudomásul veszem, hogyha, és ezt már elmondtam többször is, hogyha én egy futó lennék, már akkor rég a célegyenesben futok, amivel hát nincs mit tenni, legyen az egy sima befutó, és még tudjak esetleg a végére sprintelni. Hogyha van ellenfél, bár nincs, akkor utolérjem és lehagyjam. Na de hát gondoljon bele, ami nem jutna eszembe, vagy legalábbis azt mondom, hogy most nem, hogy 90 évesen újból elkezdett dolgozni, filmeket készít, dokumentumfilmeket. Nem újból, hát én voltak éppen abba se hagytam. Valamit mindig csináltam, ami a szakmám semmi máshoz nem értek. Tehát mi a fenét csinálnék? Jó, olvashatok zenét, hallgathatok. Amit mondanak az öregek, sétálhatok. De hát ez engem nem elégít ki. Így hát csinálok valamit. Volt csak, hogy összesen annyi jutott, hogy néztem a régi felvételeimet. És azon jól szórakoztam. Néha még tetszettek is. Ez túl álszerény volt, általában tetszettek is, de nagyon jókat tudtam röhögni azon, hogyha tetten értem magam, hogy milyen majomkodás. De azért nem tudom, mennyi árulható el ezekről a filmekről, mi a titkos, mi a nyilvános, de amit én láttam, az azt jelezte, hogy részben nagyon érdekli más ember sorsa. Tehát megviseli, a szívén viseli, hogy hogy alakult az elmúlt évtizedek, mert nyilvánvalóan nem 20 évesekről forgat, hanem ők is benne vannak a korban, hogy szereti az embereket, ami nem mindig gondoltam így. Szeretem az embereket együtt. Ezt hogy érti? Hogy külön-külön nem biztos. De együtt, igen, azt a jelenséget, ami az ember, azt szeretem. Akkor nézzük ezt a kis társaságot, aki mondjuk összegyűlt múlt héten szombaton az ünneplésére. Jó részt ismert emberek voltak, azokról én most nem beszélnék. Akik mondjuk nekem nem voltak annyira ismertek, lehet, hogy rosszul mondom a nevét, Golopenca Pál. Dr. Golopenca például őt Pál. Nem tudom, hogy a mentő szolgálatnak volt a vezetője, de ő valahogy olyan kakukktojásnak számított itt a sok-sok ismert ember között. Egyáltalán nem, mert már legalábbis az én életemben, mert az ő édesapja mentette meg tulajdonképpen egyszer az én életemet. A Csanád utca 21-nek volt ő a légó parancsnoka, és azt már nem tudom, hogy ki adta a tanácsot, hogyha bármi olyan van, hogy jönnek a nyilasok elhajtani a zsidókat a házból, akkor keressen meg a Golopenca Illést, a légó parancsnokot. Bekövetkezett január 3-án, tehát már azt kell mondanom, hogy már a küszöbön volt, 15-én szabadultunk fel, speciál ott. De hát jöttek igazoltatni, és aki nem tudta igazolni a tiszta fajúságát, azt vitték. És én nem akartam elmenni, a nagyszüleim ott készülődtek, szedték össze a holmikat, fölöltöztek, két téli kabátot húztak, hogy az ne vesszen kárba. És én bejelentettem, 11 éves múltam akkor, bejelentettem, hogy én nem megyek. De lemegyek a Golopenzához. És akkor lementem, és ő levitt az udvarra, elbújtatott a ládákba, ott egy csomó láda volt, és tulajdonképpen a legnagyobb biztonságban voltam. Mindaddig jellemző módon, amíg nem hallottam valamiféle gyanús kaparászást, és mintha olyan apró futólábak körme karmolta volna ott a követ. És meggyőződésem volt, hogy ezek patkányok, és kijöttem a rejtek helyről, mert féltem a patkányoktól.
azok aztán utóbb macskáknak bizonyultak, de jófa, már egyenes beleütköztem, mondom a nevét, bár szegényke már rég nincs köztünk, a házmester kislánya, unokája a házmesternének, Miss Tilly, jött szembe, és hova mész? Nem tudom, kijöttem, és elmondtam neki, és akkor ő vitt le a pincébe, és tett, akart betenni három egymásra rakott ládának a középsőjébe. És mondtam, nem, a fölsőbe megyek, mert onnan még ki tudok ugrani, és elszaladni, ha kell. Hát ennyi Galopenz a története. De a filmekből úgy tűnt nekem, amiket láttam, háborús filmeket, hogy a légóparancsnok azért nem a zsidók oldalán volt, hanem nagyon szorgalmasan kiszolgálta. Nem tudom, ezt nem tudnám megmondani. Ő volt az egyetlen légóparancsnok ismerősem. De a fiát később megismertem, és hát a Golopence Illés végül is az egyik általa megmentett hölgyet vette feleségül, és a Pali annak a fia. És akkor fölvette a kapcsolatot vele, vagy a Pál nem, tudta, nem hogy tudom, nem tudja, hogy volt? Nem tudom, sok év eltelt, én mindent elfelejtettem, föltehetőleg ők is. És akkor valahol olvastam, hogy az öreg urat kivitték a Jelvasemhez, és ott az összes tisztességet, nem tudom pontosan, az miben állt, megkapta, és nagyon megérdemelte. Mert ott az történt, hogy abban a házban létesítettek egy úgynevezett kórházat, ami ez a Nemzetközi Vöröskeresztnek a védettségét adták. Abban a kórházban nem, arról szolgált, hogy sebesült katonákat ellássanak. Na, abban a kórházban nem volt sebesült katona, mert ott csupa öreg zsidó ember volt, és ezekre mind az Illés bácsi figyelt. A Kiképzés című könyvben tulajdonképpen jó részét megírta a múltjának meg a történetének egy bizonyos korig és évszámig. Ahogy most készíti a dokumentumfilmeket zenészekről, aki a maga ízlésének meg a kapcsolatrendszerének jó és megfelel, vagy akikre gondol, de Vitrai Tamásról készült ilyen kis portréfilm, hogy mondjuk végigjárni az életének ezeket az állomásait, akár egy ilyen légópincében lemenni, vagy a Családi utcába. Valami készült, csak nem, sajnos én ezeket nem veszem elég komolyan, mert elfelejtettem a készítők nevét, nincs meg nekem, el kellett mennem, volt egy sorozat, ahol ilyen ismertebb embereket elvittek a gyerekkoruk különböző helyeire. És én végigjártam ezzel a stábbal, és annak vezetőjével a gyerekkoromat. Tehát ez megvan valahol. De hát esetleg még egyszer érdemes lenne, már más szemmel. Az utókor, engem például nagyon érdekelne, de szerintem az utókort, meg ezek dokumentumok. Ha maguk nem mesélik el, akkor a sírba viszik majd magukat. Azok megmaradnak, történelemmé válnak. Tanulunk talán belőle, nem? Ki? Én, az unokáink. Hát nekünk könnyű tanulni abból, de akiknek kéne. Azok nem tanulnak. Ne fejezze be. Szokták mondani, hogy az ember öregszik, de hát Vitrai Tamás még nem, csak korosodik talán, de hogy egyre többet gondol vissza a gyerekkorára, ez igaz? Hogy egyre több emlék jön elő? Igen. Hát a régi dolgok nagyon élesen. Hát épp maga említette a kiképzést, abban dialógusokra pontosan emlékszem. Emlékszem annak a századosnak a nevére, akit egyszer láttam körülbelül 5 percre, ahol én menekült igazolványért megjelentem, hogy ez legyen a védelmem az utolsó napokra. Mindez azután, hogy az öregeim met elvitték a gettóba. És ez az ember az első pillanatra tudta, és ha akarta volna, lebuktathatott volna. Mert mondtam, hogy hát én Erdélyből szöktem, és kéne egy menekült igazolni. Édes fiacskám, és hol vannak a szüleid? Erre nem készültem már igazán, gyerek. Ostobaság.
és valamit más nem tudom visszaidézni, látja, és azt mondta ez az ember, balajti százados, azt mondta, hogy itt van ez a köteg, behívó, csas behívó, az a sürgősségi azonnal. Ezt most szépen kézbesítsd ki a kerületbe, és ha megtetted, és holnap eljössz, kapsz egy menekült igazolványt. És ez nagyon hamar kiderült már az első címek után, hogy mérhetetlen utálattal fogadnak, ugyanis ezek 15-16 éves gyerekeknek szóltak, akiket aztán Budapest határába vittek ki árkotásni az orosz tankok ellen. És föltételezem, nem tudom bizonyítani, de bizony sokan ott maradtak. Velem meg az történt, hogy besötétedett, ez tél volt. És hát féltem, mit ne mondjak, sötétbe egyedül, utcára már nem volt szabad menni, kijárási tilalom volt. És fogtam magam, és ami nálam maradt ezek közül, ezt bedobtam a kanálisba, és nem mentem persze másnap vissza Balajti századoshoz, és azzal hízelgek magamnak, hogy öntudatlanul bár, véletlenül bár, de hát ha egy-két gyerek biztos nekem köszönhető, hogy nem került ki oda. Ez egészen biztosan így van. Mindig elcsodálkozom azon, hogy hát nem egy értelmiségi közegből érkezett olyan formában, hogy a háború közbe szólt, nem biztos, hogy könyveket olvasott az ember, a nagymama nevelte, hogy olyan intelligens lett, művelt, tanult, olvasott, a komoly zene nagy rajongója, hogy van ez, hogy tudta, hogy a tanulás az egyetlen út, amivel előre léphet, nem? Én nagyon elnevelt kiskölyök voltam, mert a nagymama, így mondták, a családban majom szeretetével teljesen elrontott. Nem. A helyzetek, a veszélyhelyzetek, az életveszélyes helyzetek is. Most ugye nem erről kell majd most beszélgetnünk mindvégig, nem akarom az idejét rabolni. De hát, ha az ember túl van rajta, ha megoldotta, mert csak az volt a fő gond. Én nekem soha az nem jutott eszembe, hogy itt meghalhatok, vagy itt megölnek. Ja Istenem! Hanem, hogy tudom megúszni. És általa több lesz az ember. Valahol egyszer csak, mint hogyha, hogy mondjam, mintha a koponyájába valami megmozdulna, amely addig nem mozgott, nem termelt. Mert igénybe kellett vennie. Nem tudom, ez csak egy ilyen sánta kis hasonlat. De ez volt az egyik. A másik aztán én elmentem a Nemzeti Segély című intézménnyel, már az a felszabadulás után volt, és hát Budapesten éheztek az emberek. Jobban, mint vidéken, a már felszabadított vidéken. És a Nemzeti Segély kitalálta, hogy visz gyerekeket vidékre feltáplálni. Cserébe a gyerekek úgy elszegődnek házaknál, ki lehet őket venni a csoportból, dolgozgatnak, esetleg segítenek a háztartás körül, és közben kapnak enni-inni tejet, meg friss kenyeret, meg ilyesmiket. És én jelentkeztem ide. Először eltereltek, mert azt mondta az orvos, mikor megvizsgált, hogy tetves vagyok, amiben teljes mértékben igaza volt. Akkor sokan voltak tetvesek, nem volt ez persze. Majdnem mindenkinek volt hajtetűje, és azt mondta, ha lekopaszítatod magad, kisfiam, akkor holnap jelentkezhet. És így családi engedély nélkül az anyám második férje, aki kellő egyháztartásban élt, az volt gondviselőmnek kinevezve, és azt mondta, hogy ha most abba hagyod az iskolát, akkor ide többet be nem teheted a lábad. De hát elmentem, mert olyan állapotban voltam. Vitaminhiány, óriási furunkulusaim voltak, rettenetes látvány lehettem. De befogadtak, végül elvittek Szentesre, és ott, mint egy marhavásáron, beterelték ezt a gyereksereget
a piac udvarába, ahol tényleg ahol a marhákat is szerelték eladásra, amik éppen az volt aktuális. És jöhettek a helybéliek, meg volt hirdetve, válogatni. És hát persze a javát vitték el, aki esetleg egy kis fizikai munkára is képes. De semmi több, nagy szeretetben ott kiválogatták. Nekem nem akadt, kérőm. És hát ott maradtunk, lézengtünk 3-4 gyerek, mondták, nem baj gyerekek, majd ti itt valahol egy otthonba lesztek. Ez nem nagyon látszott jó megoldásnak. És egyszer csak bejött egy nénike, egy kendős nénike, tipegő járással, és én állandóan elém álltam, úgy oldalasztam, hogy nem esett ugyan át rajtam, de folyton elé kerültem. Végül azt mondta, hogy kisfiacskám, eljönnél te hozzám? Hát mondom, elmennék, ha nem tetszik messze lakni, mert nagyon éhes vagyok. Mert addigra már éhesünk, nem kaptunk. És bűbájos emberekhez, Weigler János és felesége, csoda helyesek voltak. És utána, háború után jóval megtartotta a kapcsolatot? Még mindig azt mesélem magának, hogy hogy jutottam könyvekhez, meg érdeklődéshez. És mikor visszaérkeztem, és jelentkeztem a nevelőapámnál, hát persze már elfelejtette a tilalmat, hogy ő kirúg, és nem akar látni többet. És én mondtam, hogy 19 napig még utóvizsgával letehetem a második gimnáziumot, 8 gimnáziumot jártam, és akkor a harmadikkal, akkor nem vesztek évet. És azt mondta, szerez magadnak egy házi tanítót. És a házunkban volt egy fiú, ő is kölcseista, 3 évvel feljebb járt, és fölmentem hozzá, és mondtam, hogy nem tanítaná engem, hogy a másodikat le kell. Ők se duskáltak a pénzbe, akkor már rettenetes infláció volt. És azt mondta, hogy de, 2 Hartmut ceruza egy óra ára. Mert az is ugye emelkedett a inflációval, az egy fix dolog volt, a mindenkori 2 ceruza ára. Ez az ember nagy hírű és csodálatos könyveket előállító pszichiáter lett. Sajnos nem tudom, megvan-e még, de... Mondjuk a nevét, hát ha... Dr. Panett Gábor szerintem minden pszichiáter és hasonló, és sok-sok beteg ember is ismeri a nevét. Akkor mondhatjuk azt, hogyha valaki esetleg ismeri, aki hallja adját, és igen, esetleg hívjanak minket egyszer, telefonon. Egyetlen egyszer találkoztam vele azóta. Úgy illett volna, hogy én kezdeményezek, de valahogy az életem elsodort. De őtől, mindent őtől le, a kíváncsiságot. Tehát az, hogy milyen a képzőművészet, hogy mi a történelem, és mindez ráadásul egy olyan módszerrel, aminek ma is híve vagyok, hogy nem vertikálisan, külön-külön függetlenül, hanem hogy akkor, amikor Angliában ez volt a király, akkor élt Shakespeare, és így tovább, és így tovább. Tehát keresztbe, horizontálisan Tani beszélt nekem erről, miután nem kellett már a második osztályra előkészítenie, mert simán átmentem. Ő látta, hogy nincs szükség arra, hogy ő azzal foglalkozzon, ami a második osztály anyaga, és így aztán hát ezzel foglalkozott. Ez olyan érdekes, hogy a nagymama nevelte, mert az édesanyja újból férjhez ment, és megszületett az öccse. Egy picit sem fájt, hogy nem lakhatott a családdal? Nem, ez olyan természetes, hogy engem addig is a nagyanyám nevelt. Az anyám 18 évesen szült engem, és fodrász tanulóként dolgozott, mikor teherbe esett, és aztán fodrásznő lett, reggel korán ment el, este későn jött haza, és akkor már megvolt a másik szerelem, aki a férje lett, később is az öcsém apja. És milyen volt a nagymama? Hát, egy nagyon okos, nagyon művel? Nem, aranyos. Nem.
kis gömböc, én is, és körülbelül azonos, ja, én 5 éves, 6 évesen, és ő gondolom 50-es éveiben nagyon egy szinten álltunk. Ez jó. És akkor, amikor a nagymama beteg lett, vagy már elfele ment, akkor Vitrai Tamás ott volt vele, hát mellette? Lettem a papája, persze. Igen? Igen, igen, igen. Együtt laktunk, együtt éltünk sokáig, és hát beteg volt nagyon. Őt nagyon milyen megviselte, hogy elvesztette, ugye a nagyapám az mellette volt meg az ágyon, bekómált, mint cukorbeteg, nem volt mit tennünk, abszolút nyilvánvaló következmény volt. 2 fiát elvesztette, szokott módon, anyám Auschwitzból nem jött haza, úgyhogy nem volt egy vidám élete. Ehhez képest mi nagyon jól megvoltunk. Tudja, amikor ezeket mesélik a nagy öregek, és most maga is, nekem nagyon gyakran eszemben van, mert hát most nem a legszebb éveinket éljük itt, a gazdasági válság, meg a kormányok, meg a politika, és nekem mindig eszem, Covid, nekem mindig eszembe jut, hogy ha meséltetjük magukat, akkor az ember szinte legyint egyet, hogy mi mindent lehetett úgy átélni, hogy utána az ember talpra állt, és a lelkében biztos megőrizte, de tovább ment. Zsuzsa, ez nem egy tudomány volt, ez egy kényszer volt. Igen, túl kellett élni. És most is túl kell élni, minden. És eszembe jut egy másik túlélése, amikor kirúgták a televízióba, hát ennek akkor híre volt, nekem akkor a szívem majd megszakadt, hogy egyszerűen Vitrai Tamásnak a karrierje, a televíziós karrierje 64 év után nem érhet úgy véget, hogy azt mondják, hogy viszontlátásra. És hát maga ezt is túlélte. Nem voltam bánatos, hát hogy mondjam, én akkor már mindent megkaptam ettől a találmánytól. Hát megkapod, de van egy méltósággal teli búcsú. Ez azt oda átdobolják, szokták mondani, mint az első világháborúban, ahol kidobolta ugye a kisbíró, hogy dicsőséges csapataink milyen győzelmeket arattak, és akkor oda ment a Józsi bácsi, és a mieink, azt oda átdobolják. Uh-huh. Hát így azt ott kéne elmondani. Mind az egész életem végül is egy túlélési verseny volt különböző fejezetekkel. De ezek nem voltak olyan velőtrázóak. Például ezért nem írtam meg a kiképzés folytatását. Én azt nem tudom fölülírni. Igen, mert a számon kérték, hogy ígért egy folytatást. Igen, még a címéig jutottam. Mi lett volna a címe? Frontszolgálat. Hát az a televízió, ugye, az tényleg az volt. De mindazonáltal bármilyen front volt, és bármilyen szolgálat volt, meg nem közelíti az életveszélyt. És soha nem voltam a tévében életveszélyben, vagy egzisztenciális bajok érhettek. De még azt sem mondhatnám. Az volt a jó benne, hogy nem egészen azoktól függött az én sorsom, akik megszabadulni akartak volna tőlem, hanem azoktól, akiknek szólt a műsor. Igen. És ez nagy szerencse volt. Igen, igen. Azt elmeséli, ezen az ünnepségen elmondta, hogy kinek köszönheti azt, hogy mégiscsak elbúcsúztak magától a televízióban. Hogy mi volt a háttérben, mert sokáig ezt titok fette. Kint volt az olimpián, előtte felkérték egy politikussal való beszélgetésre. De ilyen rafináltan kérdeztem, sose jöttem volna rá, nem. Uh-huh. Nem, hát nem, itt az... Ha ma kell róla beszélnem, előre vetem a tanulságát. Egy kicsit a részemről túlméreteztem a saját lehetőségeimet. Arról van szó, hogy az akkori elnök legyen szíves, ne akarja, hogy megnevezem. És se nevezhetem meg? Jó? Nem, majd otthon. Jó. Miniszterelnökről van szó. Az akkori elnök nagyon kedves gesztusa volt, mert nem voltam én az ő szemében jó fiú az akkori rezsimnek. Hivatott, hogy a kormányelnökkel kéne hetenként
beszélgetéseket csinálnom. A kormányelnök akkor Orbán Viktor volt, ez az első szolgálata volt ebben a funkcióban. És én azt mondtam, hogy nem ismerem őt. Egyszerűen nem láttam a képen, de személyesen soha. És szeretném, hogyha tudná, hogy az néhány szót találkoznunk kell, hogy van egy más iránt affinitásunk. Mert azért az, az öt szem közt egy órás beszélgetés, mert nincs filmbejátszás, nincs zenei részlet, nincs semmi, hanem hát ez más. Na, nem magyarázom, nem kell bizonygatnom. És nagyon kellemes fogadtatás volt, meg volt szervezve, találkoztunk a parlamentbe, kellett átmennem, és hát a miniszterelnök azzal kezdte, amit én sokaktól hallottam, hogy én az ön közvetítésein nőttem fel. Ezt nagyon sokan mondták nekem, és akkor hát gondoltam, akkor itt nagy baj nincs, tudja, hogy ki vagyok, vagy milyen vagyok, egyáltalán ezzel foglalkozott volna. És beszélgettünk kellemesen, derűs, főleg a fociról, de hát ez természetesen rögtön adva volt, és megbeszéltük, hogy még lesz beszélgetés. Ezt most folyton el kell mondanom minden fórumon, igyekszem rövidre fogni. Találkoztunk újra Sydneybe, megbeszéltük, ő kim volt az olimpián, én magam is, akkor már mint nyugdíjas visszahíva, és beszélgettünk ismét, és konstatáltuk, hogy még akarunk találkozni, fogunk beszélgetni. És ott egy nagyon jó ötlete, amit fölvetett, meg is lepődtem nagyon rajta, mert nem tudtam, hogy ennyire érdekli a televíziózás, hogy mi lenne, ha ő is kérdezne ebben a beszélgetésben. És én boldog voltam, mert ez egyike azoknak a lehetőségeknek, amelyek az interjút végre nem kihallgatássá fokozzák le, hanem társalgássá. És mondtam, hogy nagyon szívesen. Tehát ebben megegyeztünk. És, mikor, és én megkértem az akkori tévé elnököt, még mielőtt bármi történt volna, hogy amíg nem szólok, hogy én azt gondolom, hogy mehet, addig ne hirdesse meg, mert szörnyű lett volna, hogy el kell kezdeni, és én nem tudom kimondani. Mert egyet tudtam, hogy én nem leszek mikrofonálvány. Nem is vagyok rá alkalmas. Elszóltam, vagy elrontottam volna bármikor. De. És hazajöttünk Sydneyből, és már az újságok hozták. Ugye megnyilatkozta. És akkor lemondtam egy levélben. Ennyi a... És megharagudott volna magán? Nem tudom. Soha többé nem találkoztunk. Maga nem Kossuth Díjas? De igen. És nincs ott a Kossuth Díjasok estjén, vagy ebédjén? Furcsa módon mindig valami közbe jött. Idén talán nem jön közbe semmi. Hát már azt megették. Nem márciusban? Illetve ez most már jövő március, igen. Igen. Nem, mindig én. Jaj, nem ért mindig rá. Meghívnak. Nem, mindig meghívnak. De lehet, hogy ez a kis affér mentette meg attól, mert azt tudom, hogy akart politikusokkal egy beszélgetést, hogy a politikus is ember, és van egy emberi oldala, ne, de hát nem, szerintem magát könnyű lenne csőbe húzni, mert nem politizált soha. Mondhatnám azt, hogy nem ért a politikához, tehát ezeket a kis intrikákat, amik hátul zajlanak, azokat nem biztos, hogy követi. És egy szent embert csinálhatna, vagy csinálna abból, aki egy gazember esetleg. Nem. Kicsit leegyszerűsítés a meseszerűvé teszi. Nem. Én nekem inkább az a meggyőződésem, hogy ezek a beszélgetések, legalábbis amiket én hallottam az évek során, a mindenkori miniszterelnökkel, független, hogy ki volt éppen az, ezek általában, ezek ilyen megtervezettek azok voltak. Azok, abszolút. Hát akkor meg azt akkor a mikrofonálvány, ez a, innen ered, nem én találtam ki ezt a hasonlatot, akkor a mikrofonálvány szerep marad. És akkor, és ne higgye egyetlen egy miniszterelnök se, hogy ezt a hallgatói
nézői nem érzékelik. Hát szerintem van, aki sajnos nem érzékeli. Nem. Ugye az, akkor ezt elmondom, én látom, most már nézem, hogy ugye a miniszterelnök hetenként beszél a néphez, és ott ül egy hölgy, én legalábbis egy hölgyet láttam. Hát a Nagy Kati volt sokáig, nekem kolléganőm volt a rádióban, egy nagyon kedves, nagyon tehetséges lány volt, ezt a tehetségét sajnos elvesztette, de most egy fiú van, akinek a nevét se tudom, tehát. Nem tudom, én csak változás volt. Azt láttam, hogy ez a szerep, ez nem nekem való. Tulajdonképpen akkor, amikor önt eltávolították a tévétől, mondhatnám, hogy szerencséje is volt, mert azért ezt az érát már nem gondolom, hogy végigcsinálna a tévében, hiába sportközvetítések lennének. Tehát abban az épületben ma már nem jó bemenni. De engem nem ért semmilyen... Semmi ezek után, nem bántott. Tudom, hogy nem, csak hogy nem gondolnám, hogy most ott lenne kedve dolgozni. Nem, de nem is nagyon jutodnék be, ez egy olyan fura dolog. Hát örökös tag lettem, ami örökös bejárás, meg van néhány fölösleges kritérium, amit megtehetnék. De ezt erről senki nem beszél. És ezt a örökös tagság 12-en voltunk, most már kihalásos alapon még azt hiszem 3-an élünk, ezt még kivárják, de egykor megvonták az ezzel járó, igen, jelentős összeg, szóval körülbelül a nyugdíj méretét elérő összeget, és aztán valaki észbe kapott, hogy ha ez kihalásos alapon van, akkor nem tart ez örökké, és aztán visszaadták. De engem semmiféle egyéb nem ért. Hát, hogy a közegben, és a fölteltem minden miniszterelnököt körülvevő közegekben a szervilitás milyen foka működik, nem kell ez utasítást adni, hogy valakinek a nevét csak negatív kontextusba írom le, és lehet tőlem 90 éves, most például azt olvashatja rólam a hírkeresőben az Origó révén, hogy én lerománoztam Szelest, a Ferencváros akkori játékosát, ez 4 évtizedes, de legalább 3 évtizedes történet. Ő romániai magyarként játszott, akkor ez elég ritka eset volt, nem tudom, mit mondtam, biztos valami vétkes szörnyűséget, de ennyi jutott eszükbe erről. Hát ezen már megbocsássanak az urak, akiknek ez a dolguk, hogy karaktergyilkoljanak, ezen muszáj nevetni. Hát igen, igen, sajnos idáig jutottunk. Hát végig lehet úgy venni egy életet, hogy csak a hibákat keresem abban az életben, és nem abban a kontextusban. És amiben... nem keresem, és találom, hát hazudok. Hazudik, igen. Miért lett volna például, csak annyi közön van hozzá, hogy oda jártam, miért lett volna következetesen az idegen nyelvek főiskolája kémiskola? Én nem hiszem, hogy kémeket iskolapadba ültetve tanítanának. Hülyeség. Igen, és ez is megjelent, ez olvasás. És azért igen, például, igen. És én nem tudom milyen, igen, hogy elvégeztem a kémiskolát. Előjött eszembe, soha nem akarták beszervezni? Dehogy nem, hát már attól függ, mi a beszervezés. Hát, hogy megkeresték a Magyar Televízió előtti presszóban, és hát tudja mi az. Hát jött-ment külföldre, olyan kapcsolatrendszere volt. Már a főiskolán, amikor az állásokat ott kikommendálták, tehát nem megpályáztuk, hanem azt mondták, hogy ezek a legjobbak, mondjuk X, ott több nyelvet tanítottak, németet, olaszt, franciát, oroszt, angolt, nem tudom, lehet, hogy még vagy. De lényeg az, hogy jöttek, akik érdeklődtek. Külker, külügy, belügy, és ezek között többek is odahajtották azokat a diákokat, hogy ezeket ajánlják. A belügy például kifejezetten fiúkra vadászott, és voltunk 4-5-en kijelölve az éppen végzősök közül, és 2 úr jött meghallgatni minket, és elmondani, hogy mit kínálnak, milyen állást, messze a legjobb fizetés, állásfizetés ajánlat volt.
És én mondtam, hogy én nem, mert én színházrendező akarok lenni, és én innen is oda megyek kvázi, és harmadszor is jelentkezem. És azon kívül, hogy én nagyon betegen éltem át a háború végét, ez való igaz volt, idegösszeroppanásom volt, megkaptam az akkor szokásos dizentériát, nem vagyok olyan fizikai állapotban, hogy, ja, mert ők mondták, hogy operatív munka, ami már rosszul hangzott nekem, bár fogalmam nem volt, hogy pontosan mit értenek ezen. És hát mondtam, hogy én azt nem vállalom, és egy kicsit féltem, de ki tudtam mondani. És se a világon semmi nem történt, legnagyobb udvariassággal, tehát jó, tessék beküldeni a következőt. És kint kérték a gyerekek, hogy na mi van? És mondtam, hogy én nem vállaltam, mert nem tudom, mennyit tudtam elmondani, már nem emlékszem. De hát mondtam, ami történt, és a többiek se vállalták. És ez mind nem lett volna baj, hogyha be nem mondja a Szabad Európa nevek nélkül. És akkor hivatott a rektor, vagy hogy hívták az ottani első embert, és azt mondta, hogy nem tudom magát megvédeni. Na mitől? Azt mondja, hát mindannyian visszautasították a belügyi hatóságnak a felkérését, és ezt dicsérőleg megköszönte a Szabad Európa. Hát mit nem mondjak, nem voltam boldog. Uh-huh. És akkor tanítottam egy századost angolra magánúton, aki a HM-ben dolgozott, és akinek meg kellett volna tanulnia gyorsan angolul, heti 12 órában tanítottam, és neki elmondtam a bánatomat, és ő meg a parancsnokának, a parancsnok, aki látta, hogy az ő embere elég lassan halad az angolban, nem lesz belőle, nem tudom én, székfoglalója az egyetemen, előbb-utóbb se. És azt mondta, hogy menjek oda hozzájuk dolgozni, és így lettem, szemléztem az angol-amerikai újságokat, fordítottam, és az elsők között, lehet, hogy éppen a legelső lettem, aki megtudta, hogy 20 000 fővel csökkentik a hadsereg létszámát a szovjet párt 20. kongresszusa után, a magyar hadsereget is leépítik a hivatásos állományt, akkor én beadtam a leszerelési kérésemet. Nem is utasították el, 11 hónapig voltam katona. Na, ez is úgy szerepel, mint hogyha én bűnözőként lettem volna tagja a Magyar Honvédségnek. A háborúval kezdtük, fejezzük azzal be, hogy amikor a pincéből, vagy itt a bújtatásokból kijött, és megjött a felszabadító orosz hadsereg, szovjet hadsereg, akkor felszabadítóként élték meg? Mert aztán utána már minden egyéb volt, de hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk meglátták az első USA-nkát az oroszok, a szovjetek fején, mit éreztek, vagy mit gondoltak? Hát, hogy vége a háborúnak. Holott még korán sem volt vége, de hát azért annak jó jelei voltak. Karácsonykor abban a házban, ahol Golopenze Illés volt a parancsnok, a pincében még karácsonyi ünnepséget tartottunk. És ott nem volt fontos, hogy ki milyen származású, honnan került oda, aki még ott bujkált, mert akkor már előjöttek. Igen. Tehát mi vége a háborúnak, ez volt az örömteli része. Sajnálatosabb része az volt, ami minden ilyen háborúban, ahol katonák foglalják el a ellenséges területet bizony, hát az asszonyok nem annyira örültek ennek. Van-e valami utó zöngéje? Én egyet hallottam magával kapcsolatban, hogy a mai napig a párnát a fejére teszi, mert azért a bombázások, a lövések az ott maradtak. Attól féltem legjobban gyerekként, igen. Az volt a, hát mentségeim vannak, egyet el tudok mondani, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzet. Megszökni például a gyerek otthonból, ez is annak az időszaknak, amikor ott kiütött a kanyarójárvány, és úgy nézett ki, hogy lebukik az egész gyerek bújtatott gyerekmenhely.
az ellen lehetett nekem védekeznem, hogy valamit megpróbálok. A bombák ellen védtelen voltam, és féltem nagyon. És ez megmaradt? Nem a félelem, de hát valószínűleg a hangok. Ennek, igen, hogy nem bírom, ha zajt hallok, csak csöndbe tudok elaludni. Hogy zajlik a 90 éves Vitrai Tamás élete? Hogy van most? Jól. Jól? Igen. Nem? Hát látszólag nagyon jó, szellemileg tökéletes. Igen. Ennél rosszabb. Reket hangon. Már nem is emlékszem arra, hogy beszéltem egykor. Sajnálom, elnézést kérek hallgatóktól. Nekem tetszik ez a hang, szerintem nagyon férfias. Mikor végez? Nem sokára, délben várhat a ház előtt, mehetünk ebédelni. Szóval ez így tökéletes. Nem, mert rendben van minden, hát dolgozom. Ez a legfontosabb, az nem? Az a jó benne, hogy dolgozom, ami még azt is megengedi, lehetővé teszi, hogy magam választhatom meg az időpontokat, legfőképpen pedig azt, hogy mit. Ezek dokumentumfilm fogantatású, jobbára inkább portrék. Hát ahhoz nagyon ért, hát ezt csinálta éveken keresztül. Nincs gazdája, tudja, még ez készül, aztán, hogy kell-e majd valakinek, az kiderül. Hát de csinálni, valamelyik újság nagyon eltalálta, kicsi kétértelmű címet adott, de én találtam ki, mire kimondtam, már bántam, hogy jobb csinálni, mint nézni. Na, én nézni is nagyon szeretem, tehát csinálni, nézni mind a kettő nagyon jó. Nézi még a sportközvetítéseket a tévében? Tehát hogyne. Az érdeklődés az megmaradt. Melyik a favorit sport? Mindegy? Tökéletesen. Ez olyan érdekes, ezen sokat gondolkodtam, van egy-két olyan barátom, aki soha az életében nem sportolt, de megállás nélkül a sportközvetítéseket nézi, hogy vajon ez a kettősség, ez honnan van, hogy de minden sportot ugyanúgy. Nézd, én magamról nem mondhatom, mert aki látott már pedig elég sokan láttak, tudják, hogy nem vagyok atletikus fölépítésű, de... Ha akartam volna, és én mindent későn tanultam meg. Én majdnem felnőttként megtanultam teniszezni, már kötve volt a lehetőségem, hogy mennyire fogok tudni. Annyira tudtam nagyjából. Aztán a Székely Éva segítségével megtanultam úgy úszni, hogy nem fáradok el. De akkor az elég későn volt, nem? Felnőttként, sőt, már gyerekeim is megvoltak. Mit tanultam? Megtanultam síelni. Nagyon alapfokon, mert tetszett, mert megpróbáltam, de ezek nem sportolások. Azok, akikről maga beszélt, azok hozzám lehetnek hasonlóak. Hogy tudják, hogy miről szól a dolog, élvezik, marad a látvány. És most mit sportol idézőjelben, vagy mozog, hogy karban tartsa magát? Hát most éppen váltás van. Na, honnan hova vált? Azért, mert én eddig szobabicikliztem, ez marad csak, és kaptam ajándékba egy ilyen futópadot. Kipróbáltam már? Hát kipróbáltam, de... Még azért nem mernék vele hosszan bibelődni. Akik futópadoznak, azt mondják meg, amerikai filmekben láttam, hogy maga elé teszi a tévét, vagy a monitor, igen, vagy a könyvet, és észre se veszi, hogy fut, de és de már... De már nagyon automatizálódnia kell a lépés gyorsaságnak, az egy kis idő. De akkor valahova fejlődnie még. De ez egy új dolog, ez izgalmas. Nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm Vitrai Tamásnak, Isten éltesse sokáig, és még jó sok évet kívánok, hogy részben befejezze a munkáit, meg újabb ötletei legyenek, amit megvalósíthat, és maradjon ilyen jókedvű, humoros és jó egészségben. Köszönöm szépen. Amen, igen. Örülök, hogy itt volt.